Fiatalok tombolnak az Irie Maffia koncertjén, elrajtolt a 2011-es Fezenfesztivál. Habár kora délután még esett az eső, a zene iránt rajongókat ez nem tántorította el. A fellépők is meg voltak elégedve a fehérvári közönséggel. A zenekar is nagyon jól érezte magát, és ahogy láttuk, a visszajelzés is egész jó volt. Szeretek Fehérvárra járni? Nagyon jó a fehérvári közönség mindig. Én azt gondolom, most nem csak Fehérvárról vannak, itt azért a környező városokból, falvakból, mindenhonnan azért egy ilyen fesztivál ide vonza, és nagyon jók a külföldi bandák. Én annak örülök, hogy nem azok az elcsépelt, mindig minden fesztiválon ugyanazon fellépők vannak, tehát tényleg most itt van Rizsi Koccán, a Dream Theater, azért ezek komoly nevek. A háromnapos fesztivál másik helyszínre költözött, a Máv Előre sportpályára. A rendezvényen egy időben nyílt meg az új Fezenklub is a régi Báhof területén. Akik eddig kilátogattak, elégedettek voltak a Fezen új arculatával. Tetszik jól! Abszolút jó, teljesen kellemes meglepetés, hogy ilyen környezet, jó rendezés, úgyhogy csak így tovább. Tetszik, kicsi zsúfolt, de jó! De nekem tetszik, nagyon jó. Ez a hely, ez nagyon-nagyon barátságos, és ilyen ember, nagyon jó, nagyon. Nekem tetszik ez az a vasúti millió, ami van körülötte. A csütörtöki nyitónap igazi zenei csemegét tartogatott a helyszínen látogatóknak. A progresszív metal egyik óriásának mondható Dream Theater koncertjére több ezren voltak kíváncsiak. A hazai közönség láthatóan meg volt elégedve az amerikai együttessel. Elkezdődött a Dream Theater koncertje. Az idei Fezenre nagyon sokan látogattak ki a koncert véget, mi pedig megpróbáljuk megmutatni önöknek, hogy milyen hangulatot teremtett az együttes. A fesztivál szombaton zárul, addig azonban még számos fellépést tekinthetnek meg az érdeklődők.